A gyerekek már izgatottan várják a 30. Zrínyi Ilona matematika verseny megyei eredményhirdetését. Ők Baranya legjobbjai, akik a legeredményesebben oldották meg az idei feladatsort. Az első fordulóra egyébként a megye 8 településének 14 iskolájából jelentkeztek. Szerintem könnyebbek voltak, mint amilyen szokott lenni, plusz még ugye ott volt ez a 15 perc, ami könnyítés volt. Vannak olyan tanulók, akik évek óta sikeresen szerepelnek a matematika versenyen. Hát harmadikos korom óta, és hát elég sokszor bejutottam országos versenyekre, eddig hát első hely volt a legjobb, amit elértem, de változó. A matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány 1990 óta rendezi meg a Zrínyi Ilona országos matematikai versenyt. A név onnan ered, hogy a feleletválasztós tesztet a kecskeméti Zrínyi Ilona általános iskola matematikai munkaközössége találta ki. A verseny két fordulóból áll, és országos szintűvé nőtte ki magát, sőt, már a határainkon túlról is benevezhetnek az iskolák. Teljesen változó, tehát attól függ, hogy kitől kérdezzük, ahogy így hallottam a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy mondjuk a 25 feladatból az első 15, az mindig könnyebben teljesíthető, és hát utána jön a mély víz. Azok már tényleg gondolkodtató, nehéz feladatok, mivel hogy az idő is nagyon kevés szerintem rá egy átlagos képességű gyerkőcnek, hogyha csak a legjobbak érnek a végére, az biztos. Idén csak nem 60 ezren jelentkeztek az első fordulóra, Baranyából 1600-an. Az országos döntőre a megyéből 12 tanuló jutott. Az a forduló április közepén lesz Szombathelyen.